Két új híd megépítéséről írt alá megállapodást a Magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára Szlovákia közlekedési miniszterével Pozsonyban. A hidakat Dunakiliti és Doborgaz, valamint Őrhalom és Ipoly-Varbó között építik fel. 718 km hosszú határunkat zömében két folyó határozza meg, a Duna és az Ipoly. Magyarország és Szlovákia között a Duna és az Ipoly folyókon újabb összeköttetések létesülnek. Erről állapodott meg a két ország szakminisztériuma. A projektek uniós támogatással valósulnak meg, Szlovákia és Magyarország hozzájárulásával. Interreg finanszírozásból történnek ezek a projektek, tehát az Európai Unió szerepvállalásával. 4-5 milliárdos nagyságrendű a Dunakiliti-Doborgasz közti kerékpáros híd, ami természetesen két ország osztozik a költségekben. Az Ipoly felett átívelő híd az ennél jóval olcsóbb, hiszen a hídfesz távolság, illetve az ártéri híd együtt nem tesz ki egy Dunahíd nagyságát. Az államtitkár szerint a hidakat azért építik, hogy a folyókmenti települések, régiók lakói közelebb kerüljenek egymáshoz, természetes legyen az átjárás. Míg az Ipoly hidat 3,5 tonnáig a személyautók is használhatják, addig a Dunára tervezett összeköttetés a gyalogosok és a kerékpárosok számára jelent majd könnyebbséget. Kiszúrja azt a idegenforgalmat, amit buzdítani szeretnénk, ezek a kis régiók, a falvak idegenforgalmát, ugye, mert tudjuk, Doborgazon is vannak kemence napok, a másik oldalon a Mosonyi Dunánál ki lehet használni szépen a vízi turisztikát, hogy ez biztos, hogy segíteni fog rajta, és várnak rá az emberek, ez egy jó projekt. A másik, a természetesen ugyanez a célja. A tervek szerint a Duna és Ipoly hidak két-2,5 év alatt készülhetnek el.